keresztény házasság védelme elnevezéssel rendeztek egynapos konferenciát a török Szent Miklósi Ipoly Arnold Kulturális Központban a házasság hete részeként. A cím és az egész napnak a gondolatmenete azt próbálja elősegíteni, hogy ez a bizonyos Valentin nap, ami számunkra egy kicsit idegen, bár már megbarátkozott vele a mai magyar társadalom, ráerősítsen azokra az értékekre, amit a család, a házasság intézménye jelent. Hangsúlyossá vált, hogy a házasság intézménye az nem a korok függvényétől függ, hanem ez egy örök érvényű dolog, és kellő helyén kell ezt értékelni. Nem szabad hagyni, hogy a média befolyásoljon egy-egy sorozat vagy negatív hírek. Sokkal inkább előjön az, amit a fiatal lát a szüleitől és a nagyszüleitől. Ugye ez nagyon nagy felelősség, hogy szülőként olyan példát adjunk a gyerekeinknek, hogy amikor ilyen példát kell nekik mondani boldog házasságból, a saját szüleiket is emlegessék ezen kapcsán. A program kezdetén Markút Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Maglári Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége országos elnöke, valamint Széles Csongor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúsági ügyekért felelős államtitkárságának osztályvezető helyettese is tartott egy-egy előadást. A szervező Törökszent Miklósi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége bízik abban, hogy a konferencia akár elindíthat majd egy a házasság témájával foglalkozó rendezvénysorozatot is, hiszen ez egy fontos, meghatározó dolog a társadalmi életben.